A befektetési ígéretek és több megállapodás aláírása ellenére az ukrajnai háború megítélése elhalványodott az Európai Unió és a latin-amerikai és karibi országok csúcs találkozóján. Egyetlen ország, Nicaragua nem értett egyet a záró nyilatkozattal, mivel az Ukrajna elleni háborúra utal. A szöveg azonban az Atlanti-óceán két partján tapasztalható eltérő érzékenység miatt felhígult, és nem ítélte el az agressziót. Rendkívül elégedettek vagyunk, hogy nagyon erős pozíciót tudtunk elérni 60 ország részvételével, az EU és a CELAC országok asztala körül helyet foglalva. Kollégámmal, Ralph Gonsalves-szel, aki ennek a csúcs találkozónak a társelnöke, megegyeztük, hogy csak egy ország nem tudott megegyezni egyetlen bekezdés miatt. A másik vitatott téma az volt, hogy miként lehet hivatkozni a múltbeli transatlanti rabszolgakereskedelemre. Egy bekezdéssel oldották meg ezt is, amely elismeri és sajnálja az emberek millióinak okozott kimondhatatlan szenvedéseket. De a jóvátétel nem került bele. De a csúcs találkozó mindenek előtt az Atlanti-óceán két partja közötti kereskedelmi kapcsolatok újraindítását szolgálta. Az Európai Bizottság 45 milliárd euró értékű beruházást ígért konkrét projektekre. Számos megállapodást írtak alá, köztük a Chilével kötött egyetértési megállapodást, amely partnerséget hoz létre a nyersanyagokkal kapcsolatban. La primera vez que pudimos discutir. Ez az első alkalom, hogy sikerült megvitatni és világosan beszélni egy olyan mechanizmusról, amely megszünteti a természeti erőforrások ipari méretű kivonását Latin-Amerikából. Ez az az elképzelés, hogy Latin-Amerika csak az elsődleges termelés szállítója, és mindig megakadályozták ennek a termelésnek az iparosításában. És ez az első alkalom, hogy őszintén és tisztán beszélhettünk erről a helyzetről. Félig tréfásan, félig komolyan, 5 évszázadba telt, de végül sikerült elérni. Az Európai Unió igyekszik ellensúlyozni Kína növekvő befolyását a térségben, mivel az ázsiai nagyhatalomnak sikerült a második fő kereskedelmi partnerré válnia az USA mögött és az EU előtt.